Inkább legyen kisebb a klinika, tehát 200 főre építették, de legyen ott, ahol van a belgyógyászat, a sebészet és a nőgyógyászat. Közösségi pszichiátriai ellátásnak minősül az is, ha már általános kórházban szerveznek pszichiátriai osztályt. De a közösségi pszichiátria a leginkább azokkal a súlyos pszichiátriai zavarral élőkkel foglalkozik, akik a szkizofrén betegségben, mániás depressziós betegségben, súlyos depressziós állapotokban, személyiségzavarokban szenvednek, például a borderline személyiségzavar. Nem inkább magadok, nem, hogy nincs. Hát, Jó, majd hazatérünk. Már a kórházban elkezdődik egy ilyen szociális irányú kapcsolatfelvétel. Ennek az a célja, hogy már rögtön a kórházi ellátás után ne csak egy ilyen egészségügyi ellátásban részesüljön, hanem szociális ellátást is kapjon, hiszen a betegsége sok esetben nem csak az egészségét érinti, hanem a szociális helyzetét is. És ezért fontos, hogy közösségi ellátást is kapjon, és ezzel együtt nem csak ő, hanem a családja is. Fogunk készíteni egy napot, amelyen benyújt. Összeillesztem. Rugót megigazítom, hogy ilyen vasmacska alakja legyen. Igen, berakom. Beillesztem. Csipeszelésnek hívjuk. Ez is a munkának a része. Én nem ezen a telephelyen vagyok, a mi telephelyünkön könyvkötészet van. Ott csipeszelést nem végzünk, ott borítékok vagy papírtasakok készítése folyik most éppen. De ez is a munkának a része, ez is a munkához tartozik, valóban így van. 5 évvel, 6 évvel ezelőtt elveszítettem az előző munkahelyemet. Sokáig keresgéltem új lehetőségek után. Nem mondanám, hogy tárgyalókkal fogadják a pszichiátriai eseteket. Azok a kliensek, akik már jó állapotban vannak és szeretnének tevékenykedni, dolgozni, azok többféle szintű ellátásban részesülhetnek, például van egy munkarehabilitáció, ez a legegyszerűbb. Ez nem munkaviszony, de már ezért a tevékenységükért egy bizonyos pénzt kapna. A betegség nagyon sok ilyen skillt leront a kliensek részéről. Tehát pontosan kell érkezni, ki kell bírni, hogy 2 órát egyfolytában dolgozom, és csak utána van cigarettaszünet, stb. Tehát ezekre készíti föl, hogy a tevékenységet valaki irányítja, valakinek ő be kell, hogy számoljon róla. Perspektívára jelent az életemben, tehát a nehézségeken átjutottam, amikor kirajzoltam magamból azt, ami bennem maradt, mert hogy tudok kapcsolatot teremteni olyanokkal, akik szintén rajzolnak, és akkor a közös alkotás megy, főleg itt a kreatív csoportban, amit hagyjuk belül. Vagy ajándék volt a Balassa utcai klinikán, és ott vagyok eladó. Egy olyan munkahelyet nem úgy hittem elképzelni, hogy legyen bejövünk, dolgozunk, aztán hazamegyünk, hanem figyelnek arra is, hogy fejlődjünk szívesen.
hogy amit nem betegedtem le, addig önkormányzatnál dolgoztam, meg APEC-nél, meg minisztériumban. De azután, hogy ne betegedtem, sajnos a közszférában már nem tudok elhelyezkedni ezzel a betegséggel. Addig voltam otthon, amíg gyesen voltam. Én nekem van két fiam, ami most már felnőttek, az egyik a nagy 22 éves, a kicsi 19. Gyakorlatilag egyedül neveltem fel őket a fizetésemből és a nyugdíjamból. Szóval nagyon-nagyon nehéz volt anyagilag, és most egy kicsit jobb, mert mind a kettő érettségizett, és most ők is dolgoznak. Még? Kenyér a Kati mamánál van. Mennyit tegyek? Mamám, ki kér? Én kérek kérek. Kíméletes környezet, kíméletes munkahely, stresszmentes legyen. Érnek ilyen feszültségek, akkor felborul a ritmusom, és nem alszom, nem eszek, és akkor bekerülök a kórházba. És akkor most, amióta itt dolgozom, csak egyszer voltam kórházba, tehát 3 éve nem voltam. Jelen pillanatban a Maravcsik Alapítvány Árbrügy Galéria nevű telephelyén vagyunk. Igazából a galéria azért született meg, mert az évek során rengeteg alkotás született a különböző terápiás és egyéb művészeti foglalkozásokon. Nem csak az alkotókról van szó, de most a galériában, akiknek a művét kiállítjuk, hanem azokról, akik ezt lehetővé teszik, akik működtetik a galériát és működtetik ezt a hasonlót. Ez nagyon hasonlít arra a különleges rendezvényünkre, ami a Cihárt 24 néven ismert, és a 24 órás művészeti maraton. Mi klienseink szervezik, hozzák létre, és üzemeltetik, működtetik ezt a 24 órás festőmaratont. Alapvető szerepcsere jön létre, és ez egy nagyon fontos eleme ennek. A segítetből segítő lesz.